Hello, hello! Ez itt a Szorító Podcast 101 meccs, amit látnod kell című rovata. Én a doktor vagyok, és itt ül mellettem Bártfi. Sziasztok! A mai adásban 2002-ig megyünk vissza az időben, méghozzá a SummerSlam gálára, ahol egy nagy visszatérőt köszönhettünk több mint 4 év után, Shawn Michaelst, aki Triple H-el mérkőzött meg egy unsanctioned mérkőzés keretein belül. Mert ez még mindig olyan, mint a biciklizés. Here together tonight, the world is watching a classic. SummerSlam 2002, minden idők egyik legjobb wrestling kártya, és talán az este egyik legjobb mérkőzése. Ez abszolút így van. Tehát a SummerSlam 2002 már a Ruthless korszakhoz tartozik, tehát túl voltunk az első drafton, és hát eléggé ütős kárdot sikerült összerakni rá. Ugye ez volt az a gála, aminek a végén Brock Lesnar, aki alig fél éve volt a főroszteren, megfosztotta The Rockot a WWE bajnoki címtől, és ezzel egy őrségváltást volt hivatott jelezni a WWE. Tehát tényleg, amikor a kárd leggyengébb mérkőzés gyakorlatilag Undertaker és Taz, tehát amikor Taker megy csak kárd leggyengébbi, akkor tudod, hogy itt nagyon erős kárdal van dolgod. Angle birkózott Mysterióval, akkor birkózott Flair Jerichoval, Edge Eddie Guerreroval, és akkor természetesen itt volt még a kárdon ez a Triple H Shawn Michaels meccs is, ami Michaels 98-as kényszerített visszavonulása óta az első tévés mérkőzés volt, amiben részt vett. Így van, hogy a Shawn Michaelsnek a Rumble-ön a koporsos mérkőzésen szerzett hátsérülése után, ugye annyira szétment a háta, meg mellé ott voltak még a drogfogyasztásos problémái, hogy Michaels kényszerűen visszavonult 4 évre, ugye addig meg először próbált kihozanodni, először majdnem meghalt, meg ilyenek, szóval Michaelsnek kalandos útja volt a aztán megtért. Megtért, ugye meg feleségül vette egy Nitro lányt, ugye Rebekát. Megszületett az első kisfia, így van. Aztán rátalált az Istenére, és ennek következtében szerencsére pozitív fordulatok álltak be az életében. Megszületett a Michaels, Shawn Michaels Wrestling School. Ugye? Ott még izé volt, ott még drogos volt. Ja, de igen, ahonnan olyanok kerültek ki, mint mondjuk Daniel Bryan, vagy Brian Kendrick például. Meg Lance Cade. Meg Lance Cade, szintén a WWE-ből szereplő emberek közül. És aztán miután Michaels felkitisztult, és nagyjából elkezdte helyre rakni az életét. Volt még egy befejezetlen ügye. Ugye Hunter akkor évek óta nem beszélt Michaels-el, legalábbis Nash elmondása szerint, és Nash unszolta Huntert, hogy akkor beszéljetek végre. Ennek ugye az a háttere, hogy Michaels egyszer elment egy WWE felvételre, ahol agyongyógyszerezte magát, és elájult Vince kanapéján. És ugye másnap, de ugye ezek után hazaküldték, és másnap, amikor beszélt Michaels Vince-el, akkor előkerült azt, hogy basszus, még Hunter is azt mondta, hogy nem voltál magadnál. És akkor Hunter ilyet mondott? Hát igen, nyilvánvaló volt. És akkor Michaels kiosztotta Huntert, hogy hogy lehetsz ilyen kétszínű, hátba szúró köcsög. Hogy nem védesz meg. Nem véded be a seggémet. Miközben ugye ájúton fekszel Vince kanapéján. Igen. Ja. És akkor megtörtént a nagy kibékülés, és akkor Michaelsben elkezdett motoszkálni a kis bugár, miután ugye a Wrestling School egész jól ment, hogy mi lenne, ha? Ugye ez úgy nézett ki, hogy akkor ment éppen az NWO sztori a WWE-ben is, és Nash behívta Michaelst sztori szerint, hogy legyen a segítségére. Csak aztán Nash a ringben való sétálás közben elszakította a quadricepsét, ez egy visszatérő elem az ő pályafutásában, és Michaels ezek után kezdett el agyalni a kocsiban azon, hogy talán birkózhatna Vince McMahon-nel a SummerSlam-en. Azzal a sztorival, hogy te az összes barátomat kicsináltad, mindenkit csapágyasra hajtasz, és miattad történik ez az egész dolog, egy estére visszatérek te és én egy street fightban. Ezt megbeszélte Vince-el, Vince azt mondta, hogy figyelj, majd visszahívlak, és amikor ez megtörtént, közölte a Vince, hogy figyelj, én nem vagyok ám annyira jó, lehet, hogy bántani foglak, de ha velem meg tudnád csinálni, akkor meg tudnád csinálni Hunterrel is? Erre mondta Michaels, hogy hát erre nem gondoltam, mert ő a top emberet, tehát igen. Nem gondoltam, hogy main eventbe birkózhatok, és Vince közölte vele, hogy figyelj, hogyha visszajössz, az egy nagy, nagy dolog lesz. És különben is Hunter ajánlotta az egészet. Igen, Hunter ötlete volt az egész. És akkor ugye... Megváltoztatták a sztorit természetesen, tehát ugye DX sztorival mentek. Így van, hogy újra összeáll a DX, és izé...
Igen, ám csak ugye a catchphrase-nél Hunter fogja, kicsit a gát, pedigri, és közli, hogy Michaels volt az, aki csak arra kellett, hogy elérje a csúcsot, és Michaelsnek is csak arra kellett, hogy ő meg a csúcson maradjon. Igen. És akkor gyakorlatilag megszületik a, ez a frenemies cucc, ami Michaels és Hunter korai kétéves évekbeli pályafutását meghatározza. Rengeteg meccsük volt egymással. Rengeteg, tényleg. És akkor Michaels megközli, hogy vagy először még volt ugye az a backstage-en el, ahol ugye megtámadta valaki Michaels-t, mivel beverték vele a kocsinak a szélvédőjét, meg minden, amiről később kiderült, hogy Hunter az, ugye klasszikus debütői fashionben, meg ez a kis ilyen nagyon cheesy wrestling story szokás szerint. Michaels meg erre közli, hogy hát nem vagyok én jó formában, meglátjuk, hogy mi lesz. És az Alina fölrobban, mikor közli, hogy de a SummerSlam-ben 100%-os leszek. És nem vagy jó formában a francokat. Nem vagy jó formában a francokat, igen. Ugye, a mérkőzés hátteréről még annyi infót, hogy ugye nem szoktak ilyeneket csinálni, pláne Michaels praxisában, de Hunter javaslatára elmentek, hogy gyakorolják a mérkőzést Hunterrel. És csináltak két átfordulást, egy sunset flipet, meg egy gurulást, és Michaels azt mondta, hogy ezt ne csináljuk tovább, ennek ott kell lenni a ringben. Igen. Pedig ugye figyelmeztették Arn Andersonék, meg a többi producerek, ez nem olyan, mint a biciklizés. Ezt négy év kihagyás után nem fogod csak úgy fölvenni és megcsinálni. De hát Michael szuper motivált volt, hiszen életében először a felesége Rebecca is láthatta őt birkózni a helyszínen, amit külön kiemelt egyébként a könyvében, hogy ez egy óriási pluszt adott neki, hogy az asszonynak megmutathatta, hogy mit is tud a legjobban csinálni a világon. De komoly kételyek merültek fel azért előzetesen azzal kapcsolatban, hogy mégis Michaels mit fog tudni csinálni. Így van, mert ugye Michaels tényleg 4 éve nem birkózott. Akkor is már úgy be volt drogozva konkrétan azokon a meccseken, amikor ott birkózott ugye a hátsérülés miatt, hogy gyakorlatilag egy nagyon limitált Michaels láttunk végig. Önmagához képest. Önmagához képest, igen. A limitált Michaels az még... Az még így is jobb, mint a birkóvezőnek a 3/4, igen. Ugye Austin ugye például úgy, ugye ilyen 3 vagy 4 ilyen gerinc injekciót kapott Michaels, hogy tudjon egyáltalán birkózni, ami azért rettentő jó lehetett. Ugye ez az Austin elleni meccse a WrestleMania 14 main eventjében. És az volt ugye Michaelsnek az utolsó tévés meccse eddig ezen a pontig. És így ezért egy street fight, tényleg a street fight szabályrendszerben tervezték meg a mérkőzést. Azért, mert a lassabb tempója miatt Michaels azt gondolta, hogy az jobban fog feküdni neki. Meg nem fogja, ugye nem fog olyan problémákat előhozni, mint például ugye, ugye az, hogy nincs meg a ring shape, meg a ring rostal, meg minden egyéb ilyen probléma. Na hát itt tartottunk, amikor Michaels és Hunter megérkeztek, igen, a ringbe, és utána elkezdődött a szokásos Michaels varázslat. Igen. Michaels olyan, mintha nem az, hogy 4 éve ezelőtt birkózott volna, 4 perccel ezelőtt birkózott volna. Elképesztő. Szóval tényleg timingban, positioningben, mindenben, amit el tudok képzelni, ami kell egy jobb wrestling meccshez, Michaels ott van. Ahogy pillanatokat előjött az időzítése, az, hogy hova helyezkedjen, tényleg. A Michael sellinget ismerjük, tehát Michaels mindig egy ilyen drámakirálynő sellingben, aki hajlamos túladni a dolgokat egy kicsit, de egyébként nem volt zavaró. Tehát az akkor zavaró, amikor Michaels azt akarja, hogy zavaró legyen. A La Hogan meccs. Egyszer majd arról is fogunk nektek beszélni. De visszatérve tényleg a témához. És ugye azért az elején még látszott egy némi bizonytalanság azért Shawn Michaelson, még minimális. Igen. Azért. Aztán ugye Hunter végezte a munkadandárját, mert kaptunk egy hosszú Hunter hitet, amikor főleg Michaels hátán dolgozott, ugye mi máson. Ugye a sztori mesélési szempontból, kulcsból, momentum ugye, hogy a hidegvérű bérgyilkos az ellenfele hátán dolgozik, mert úgy, hogy azért kellett visszavonulnia. Aztán jön a comeback. És aztán a mérkőzés felén, amikor Michaels elkezdett comebackelni, ugye jó, bemosott egy nagyot Hunternek, double down belőle, és kipappol kell föl. Így felhúzza a lábát, és fölpattan. És gigapopjon rá a közönség részéről, Lawler elkezd visítani a kommentátorálásban, és nekem az a kedvenc pillanatom, az a leglibabőrözősebb pillanat az egész mérkőzésen, mert az volt az a pillanat, amikor Michaels visszatér. Ja. Tényleg. Heartbreak it is back, baby. És ott láttad rajta annál a felpattanásnál, hogy ott ő is elkapta ezt, igen, az érzést. Ott elhitte, hogy okay, ezt még most is tudom csinálni. És ahogy megyünk bele a meccsbe tovább, egyre jobban látod Michaelson, hogy ó,
ez is megy. Ó, ez is megy. Ó, ez is megy. És tényleg minden megy. Szóval, amit csak el tudok képzelni, 4 év kiadás után ad egy crucifix takedown-t a semmiből. Hunter. Csak azért, mert ő Shawn Michaels. Igen. Egy dolog nem ment neki. A pengészés. A pengész, de az még a meccs elején volt. Igen, az korán volt, kapott egy DDT-t a székre. Igen, és akkor nem sikerült jól a pengézés. Hunteré viszont nagyon jól sikerült, szóval az egy félfejes, félhomlokos penge volt, az nagyon mélyre ment. Az Hunter legalább ilyen egy fél liter vagy egy liter vért elvesztett ebben a meccsben, biztos. Ugye Hunternek ez a klasszikus pengézési technikája volt, amikor pengézés után feltérdelt, és hátra döntötte a felső testét, hogy a vér lefolyjon a mellkasára. És nagyon durván nézett ki a feje. Tehát tényleg ez nagyon, nagyon kemény volt. Ugye a hosszú Hunter hit után egy nagyon durva Michaels comeback-et kaptunk, és tényleg onnantól kezdve mindenféle fasságot, tehát asztalspotot csináltak, ringen kívülre leugrott a felső kötélről keresztül az asztalon Michaels egy splash-sel, létre a tetejéről adott be elbót, tehát tényleg, ahogy mondtad, szép fokozatosan előhozott mindent a régi Michaels-től, és mindenről kiderült, hogy meg tudja csinálni. A kedvenc pillanatom az volt, amikor jött egy gigapop a létrára, erre odasorol a spanyol kommentátor, aztán, hogy did you hear that? Hallottátok ezt? Michaels teljesen megőrült a meccs végére, abszolút. De nem csak Michaels, hanem a közönség is. Szóval, hát kb. Ilyen legnagyobb pillanatokhoz mérvetően lose their shit van. Szóval teljesen megőrül a közönség. Amikor fölkelt az elbúból, és ment a sarokba csinálni a tauntot a Switchy Music igen. előtt, na ott a közönség teljesen elveszítette az eszét. Igen. Igen. És akkor Hunter is érezte, hogy okay. Take your time, igen. Nem sietünk sehova, mert azt ki kell maxolni ezt a reakciót. Így van, és Michaels akkor, Michaels már várta volna, kik már fő. De Hunter szépen, take your time, élvezd ki, hogy mi van. Fölkelt, blokkolja a Switchy Music-ot, kick to the gut, pedigree, kontra, jackknife, és 1-2-3. A mérkőzésnek ebben az utolsó 2 percében, gyakorlatilag az elbúval kezdve meg a egészen a jackknife pinig, gyakorlatilag a közönség talpon van és üvölt. Igen, és semmi más nem csinál, teljesen önkívült állapotban van mindenki. Tényleg ez a mérkőzés, ez ugye megmutatta azt, hogy Michaels basszus tud virkózni. Igen. És neki olyan, mint a biciklizés. Mint ahogy Arn Anderson mondta neki aztán backstage-ben a meccs után. Hogy neked aztán tényleg neked olyan. Neked ez olyan, mint a biciklizés. Te egészen elképesztő volt. Tehát megtettek minden óvintézkedést, úgy bukkolták a mérkőzést, hogy Michaels lehetőség szerint védve legyen. Nem bukkoltak túlságosan bonyolult befejező szekvenciát, mert ez viszonylag egyszerű volt, az a Switchy Music kontra pedigree kontra jackknife kész. Igen. De Michaelsnek a kivitelezése az valami döbbenetes volt, és egyébként Hunternek a munkája, amit letett, az ugyanez a kategória. Ilyenkor látszik, hogy amikor Hunter meg akarja csinálni a bizniszt, akkor a legjobb az egész bizniszbe, továbbra is, abban, hogy megcsinálja a bizniszt. Volt egy része azért a mérkőzésnek, ami idegesített kicsit, úgy emlékszem, amikor Hebner elkezdett pattogni. Ugye ez egy non-sanction match, ugye az a lényeg, hogy ez a match meg sem történik hivatalosan a WWE égisze alatt, csak a WWE biztosítja hozzá a ringet, meg a körítést, meg egy bírót, aki leszámolja ugye, a hármat. Na erre Earl Hebner szokásához híven, ő azért szerette magát eléggé a Rivalda fénybe helyezni, hát próbálta így Huntert fékezni először, ugye a széket próbált elvenni tőle, utána, amikor Hunter meghozta a kalapácsot, akkor a kalapácsot vette el tőle. Meg leordította párszor a fejét. Az engem kifejezetten zavart, mert ugye, ha már non-sanction meccsről beszélünk, akkor a bíró ne szóljon bele. Jó, meg Hebnernél ez állandóan zavar, szóval ez Hebnerre egyébként is jellemző. Nekem érdekes módon tetszett ez a vonal valamennyire a mérkőzésben, mert benne volt az a bizonytalanság, ami a sztoriban is benne volt, hogy Michaels milyen állapotban van. És Hebner, akinek ugye azért volt némi közös története Michaels-szel. Ebből a bagázsol, ugye? Jó Montreal, meg egyebek. Számomra egy nagyon emberséges reakció volt a bíró részéről az, hogy erélyesen próbálta védeni Michaels testi épségét Hunterrel szemben, annak ellenére, hogy a szabályok erre nem adtak lehetőséget. Szóval ez számomra emberi vétette Hebnert, és igazából itt azon lehet vitatkozni, hogy mennyire jó vagy rossz az, hogyha a bírónak bármiféle karaktere van, de nekem kifejezetten inkább pozitív volt. Nem azt mondom, hogy minden meccsen ezt akarom látni, de ebbe a környezetben nekem elfért.
És gyakorlatilag ebben elkezdtük Michaels második karrierjét a WWE-ben, ami hát a költői magasságokig emelkedett utána. Igen, tehát hogyha azt gondoltuk, hogy Michaels magasan volt a pályafutása első felében, hát messze lekörözte azzal, amit 2002 és 2010 között csinált. Yep. Tényleg abban az időszakban azt gondolom a világ legjobb in-ring birkózójává nőtte ki magát. Igen. Sean Vitán felül. Ugye pedig úgy zártuk le a meccset, hogyha itt a vége, akkor lehet a vége, mert gyakorlatilag Hunter hátba várta, gerincen vágta a pörőjével. Igen, azért amikor Hunter használják a lapácsot, ugye általában vagy a protected headshotot szoktuk látni tőle, vagy amikor fejbe vág valakit homlokon a kalapácsnak a nyelén. És rajta van a keze. És rajta van a keze. De olyat nagyon ritkán láttunk, ugye, hogy a teljes erőbedobással valakit hátba vág. Taker meccsen voltam benne egyszer, ha jól emlékszem, meg Lesnarnál, meg még párszor, vagy az elmúlt pár évből. Meg ugye soha nem jutottunk el oda, mert mindig ugye az volt lényeg, hogy abból jön a comeback, meg abból jön a kontra. Na itt nem. Szóval itt a mérkőzés után a Pissed Off Hunter, a fölbaszott, hogy a Hunter megjön, először hátba vágja Michaelst, ugye a szintén protected headshot-tal, ugye, és akkor utána meg teljes erő, idézőben teljes erőből gerincen vágja Michaelst a kalapáccsal. Ami gyakorlatilag ugye tényleg gyönyörűen bevétve Michaelst, hogyha Michaelst azt mondja, hogy nem tud többet birkózni, akkor nem birkózni. Akkor kiírtuk. Igen. Kiírtuk ezzel gyakorlatilag. De ugye Michaelstnek két hónappal később csörgött a telefonja, hogy arra gondoltunk soha, hogy megnyerhetnéd a világbajnoki címet. A Chamberben. Igen. De Vince, levágattam a hajam. És kövér vagyok, mert sok sütítettem a fiammal. És nincs gírem még mindig. Igen. Nimboy, imádni fognak. Igen. Igen, és aztán ugye még sok más meccse is jött Hunterrel Michaelsnek. Be kell vannom nektek őszintén, nekem van egy nagyon nagy soft spotom, egy ilyen szívem csücske volt ez a mérkőzés. A pankráció rajongásom korai éveiben láttam először. Egyszer tök véletlenül random meccseket szedtem le az internetről, és ott láttam először ezt a meccset, és aztán a SummerSlam 2002-t megvettem DVD-n. Nem, ne kérdezzétek, hogy miért, az Amazonról megvettem DVD-n ezt a show-t, és engem ilyen 2005-2006 magasságában ez a meccs teljesen lenyűgözött. Tehát még azt is megmerném kockáztatni, hogy mondjuk a Taker Michaelsig, amíg nem láttam azt a meccset a WrestleMania 25-ön, talán a kedvenc meccsen volt, de az első három kedvenc meccsemben biztos benne volt. És ezért a mai napig szívesen idézem fel, még akkor is, hogyha nem a tradicionális értelembe vett wrestling, vagy az, amit szeretünk, hiszen ez mégiscsak egy hardcore meccs alapvetően. Csak ugye itt megvan hozzá a személyes történet, megvan hozzá a két embernek a majdnem egy évtizedes közös sztoria, meg az egész, ugye, hogy a Hunter pissed off, ugye, és mindig ugye a Michael szárnyékában van, és már kurvára elegem van belőle, és akkor megölöm Michaelst. Teljesen megvan a pszichológia. Ja. Igen. És ugye, ezt a sztorit meséltük el kb. A Taker Hunternél is, ugye, hogy Hunter fő van baszva, mert Michaels mindig jobb volt nála. Igen. Hát érdekes utazás volt ez is, és folytatjuk még a régi meccseknek a felidézését. Van még ez valami, amit nem, igazából nem érdemes elmondani? Nézzétek meg a mérkőzést, hogyha gondoljátok, miután megnéztétek a podcastünket, és mondjátok el a véleményeteket ti is róla. 2002-es SummerSlam, Triple H kontra Shawn Michaels, és kommentbe, vagy Discordra, vagy bárhova. Így van. Várjuk a gondolataitokat. És azon kívül tényleg, ha tudjátok, hogy mit kell csinálni még mindig, ha nem tettétek volna, megiratkozzatok fel a csatornánkra, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, és írjátok meg a saját meccsjavaslataitokat. Így van. És bízzatok a doktorban. And the wrestling is fun. Sziasztok! Sziasztok!